Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint a konyhába vagyunk, ahogy láthatjátok. És ez a videó, amit most elkészítek nektek, egy ilyen picivel közelebb áll a szívemhez, mint az előző. Ugyanis most nem főzni fogunk, hanem sütni. Most nem főzni fogunk, sütni fogunk. No. És habár én nem ehetek ilyen dolgokat, nagyon-nagyon szeretek sütni, és lesz egy alany, aki meg fogja kóstolni az elkészült süteményt, ugyanis nem mondom el, hogy miről van szó, mert ő még nem tudja, természetesen Bence lesz az alany, ahogy elkészült a sütemény. Látni fogjátok, ahogy ő le is teszteli. Ez a videó a Linóval közösen készül el nektek együttműködésben, és az, hogy hol fogjuk felhasználni, azt a videó közepetáján fogjátok látni, úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy kezdjünk el sütni. Ahogy látjátok, már elő is készítettem minden összetevőt külön tálkákba pontosan kimérve, és az első lépés, egy közepes tálat vettem elő, amiben beleöntöttem az 580 g lisztet, majd hozzáadtam 107 g kristálycukrot, ezután pedig 6 g sót. Egyébként, ha bárki kíváncsi lesz a receptre, leteszem nektek a leírásba. Ezután egy kicsit összekevertem őket, majd hozzáadtam a 84 g szobahőmérsékletű vajat, majd itt realizáltam, hogy a fekete póló nem biztos, hogy a legjobb választás volt, ezután pedig kézzel eldolgoztam benne a vajat, hogy nagyjából elkeveredjen a liszttel. Igen, tudom, hogy hosszúak a körmeim, úgyhogy az egész művelet alatt körülbelül 60-szor mostam kezet. Ezután 235 g langyos tejbe 7 g instant élesztőt keverek bele. Mivel instant élesztő, így elég csak összekeverni, és azonnal használhatjuk is, nincsen szükség pihentetésre. Hello, még mindig itt vagyok. Mivel nincsen álló mixerem, így egy kézi mixert fogok használni, amihez a dagasztó fejet már hozzá is csatoltam. Ezután pedig beleöntöm a teljes élesztős keveréket a lisztes mixembe, majd hozzáadok 2 egész tojást és 1 tojás sárgáját. Ezután pedig elkezdem összekeverni a mixerrel körülbelül 2-3 percig, vagy amíg teljesen homogén masszával nem alakul. Ha bárki kipróbálja ezt a receptet, ne ijedjetek meg, egy kicsit nyúlós, ragacsos massza tészta lesz belőle. Ezután kihúzom a mixert, és csak azután veszem ki belőle a dagasztófejeket, amiről leszedtem a maradék tésztát. Kicsit belisztesztem a munkafelületet, és kiöntöttem a tésztát. Egy nagyon picit átgyúrom, megpróbálom egy egységes gombolyaggá alakítani, majd egy viszonylag nagy tálat kivajazok, és beleteszem a tésztát, lefedem foilpackkel, és így hagyom másfél órán keresztül kelni, vagy amíg meg nem duplázza a méretét. De természetesen nekem már elő volt készítve a másik, ahogy látjátok, nagyon-nagyon szépen megkelt a tészta, nagyon örülök a fejemnek. És igen, okos lány. Leszedem a foilpacket a tésztáról, majd megszagolom, és rájövök, hogy mennyire jó illata van. Ezt kiöntöm a frissen lisztezett munkafelületre. És elkezdem kinyújtani körülbelül fél centi vastagra, egy egészen nagy téglalapot fogtok kapni. És itt jön a legfontosabb része a videónak, a töltelék, amihez most a Linolada Gold mogyorókrémet fogom használni. Ahogy látjátok,
Egy ilyen magyarókrém is nagyon sok oldalúan felhasználható a konyhában, különböző desszertek elkészítéséhez, de azt is meg kell hagyni, hogy magában is nagyon finom. Amit még fontos tudni róla, 16% magyaró tartalommal rendelkezik, ezen kívül gluténmentes és tartósítószer nélkül készül, és ha bár nagyon lágy a krém, egy kicsit jobbnak láttam megmikrózni, és így elkenni a tésztán, ugyanis nagyon-nagyon lágy a tészta, és féltem, hogy ki fog szakadni. Miután eloszlattam az egész krémet, feltekerem az egész tésztát. Igyekszem szorosra, viszont itt a körmeim egy picit hátráltattak. Ezután kivajozom azt a tálat, amiben sütni szeretném a csigákat, és itt egy trükköt mutatok nektek, édesanyától tanultam. Ha bármiféle csigát készítetek, úgy tudjátok a legjobban felvágni, anélkül, hogy a puha tészta eldeformálódna, hogyha egy cérnával vágjátok el. Én is így tettem. Majd egymás mellé tettem a csigákat a tálban, és félre raktam őket 35 percre kelni. Miután ez megtörtént, és hatalmasra nőttek a csigáim, betettem őket a sütőbe 190 fokra, körülbelül 15-20 percre, vagy amíg aranybarna nem lesz a tetejük. Ezután kivettem őket, megvártam, hogy lehűljenek, és a kóstolás. Megérkezett Bence, és elkészítettem neki egy kis csigúzt, amire... Hogy meglepődtél? Táláláshoz kentem kókuszkrémet máznak, úgyhogy kóstold meg! Kinézetre jól néz ki. De jó puha. Úgy megkóstolnám. Azt hittem már nem mond semmi. Tényleg nagyon jó. Tényleg ennyire jó? Aha. Komolyan? Tényleg nem kóstoltad meg? Nagyon. Nagyon finom. Nagyon jó. Esküszöm. Így az egész egybe. Nagyon finom. Csoki, maga a krémmel bekented, lino, tudjátok, volt már videóm vele. Tele van ilyen kis ropogós magyaró darabkákkal. Én imádom. Húztam. Patrik, megkóstolod? I love you. Hú, de jó. Hú, de jó. Az anyámat. Na gyere! Azt már meg kell mondani, hogy nagyon jó puha. Ugye milyen jó? Úristen, de jó. Jó? Egy tepsivel meg tudnék enni, apám. Na jó van, köszönöm szépen nektek a kóstolást, nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek, a következő videóban találkozunk, sziasztok! Fortizunk-e tovább?